Milyen érdekes. Épp magáról beszéltünk. El tudom képzelni. Ezúttal mire lenne szüksége? Arra, hogy Eddel kéznél legyenek. Rendben, de mint már említettem, emelkedett a bérünk. Egyáltalán nem érdekel a pénz, de mindketten legyenek készenlétben, amikor jelentkezem. És ne menjenek sehová, csak ha én küldöm magukat, világos. Ahogy akarja, végül is maga fizet. Jó, majd jelentkezem. Igen, uram. Mi a meló? Egyelőre pénzért kártyázunk, nem rossz, mi? Helyes, akkor folytassuk. Tegyél. Martin, Martin, ez nagyon nagy... Akkor ki... Volt? Mi más tehetem volna? Láttad, hogy pattant a telefonhoz az a rendőr, amikor megmondtam, hogy ki vagy? Mint ha megcsípték volna. De én nem akartam, hogy bárki tudja, ki vagyok. Igen? És akkor hogy jutnánk ki innen? Ki fizetné ki az óvodékot, ha? Azok az állatok elvették minden pénzem. Mondtam, hogy dugd az oknéd van. Ugyan? Hé, láttad, kit hoztak még be? Kit? Azt a kislányt, akivel beszélgettél. Miért? Mert azt mondta, azért verekedett, hogy téged védjen. Igen? Tényleg? Helyes lány. Áldott jó szíve van. Alaposan levett a lábáról. És le is itattad. Ó, nem tudok nevetni, fa. Nekem is. Ki az ügyeletes? ¿Quién es el jefe? Capitán Roberto Flores. Beszélnem kell vele azonnal. Emilia Mente. A nevem Max Hauser. Már is, uram. Gracias. Mr. Hauser, igaz az, hogy Mr. Stockdail apósát letartóztatták? Nem nyilatkozom. Na, csak annyit, hogy igaz-e. Köztünk marad? Igen. Igen, igaz. Azt mondják, hogy egy olyan belvárosi klubban volt. Ugye tudja, milyenben? Igen, tudom milyen. Azt is mondják, hogy ittas volt, és egy olyan nőcske volt vele. Egy olyan nőcske? Igen, valóban volt vele egy nő. Mr. Hauser. Sí? Jöjjön, kérem. Tudna esetleg mást is mondani? Tudnék. Mr. Hauser. Sí? Jöjjön, kérem. Momento. Jelenleg nem mondhatok többet. Tessék. Erre, parancsoljon. Menjen csak. Hé, maga! Kérem, hadd telefonáljak. Kérem! Vagy telefonáljon maga, megadom a számot. Az öcsém nagyon beteg. Kérem, megfizetem. Annak szerint a fickó sötéthajú, vékony, de erős testű. Nekem ugyanezt mondta. Biztos, hogy ez Max. De tudja, amikor megmutattam a fotót, határozottan állította, hogy az, aki rajta van, az nem Tony. Nem az, akit úgy ismert meg, mint Tony Stockdail, hanem inkább a titkára. Fogadjon fel magánnyomozót, és küldje azonnal San Franciscóba. Miért? Meg kell találnunk a hivatalnokot, aki intézte a házassági szerződést Tony Stockdail és Rachel között. Charles, nem számít hogyan, de találja meg. Ahogy akarja. Jó, mennem kell. Szeretnék Tonyval, kérem. Nem, sajnálom, éppen elment. Tudja, hova ment? Nos, azt nem tudom. Segíthetek? Nem, semmi baj, köszönöm.
Peter Swanson? Peter Swanson? Igen. Elmehet. Hey, és vele mi lesz? Maga is Peter Swanson. Nem, de együtt hoztak be minket. Így van. Ha én megyek, ő is jön. Azt mondták, Peter Swanson, csak ő. Most akkor jön vagy marad, he? Peter! Csak egy pillanat. Nem kérem. Az idő. Menjen. Kérem. Martin, ne izgulj. Oké? Oké. Csak ne izgulj. Ja. De igen, korán reggel elment. Egyedül? Louis-szal, asszonyom. Ki az a Louis? A sofőr és a szerelő. Parancsol még valamit? Elmehet, James, köszönöm. Köszönöm. Ugyan, mindegy forma. Dehogy is, ez a kocsi a hatalmas. Azon ne törődj, hogy mekkora. Menj csak.